Köszöntöm nézőinket! A közelmúltban egy bensőséges házi ünnepségen voltunk hivatalosak az Aliszkabau Zrt. 30 éves évfordulóján. Ennek kapcsán kerestük meg Kocsmár Istvánt, az alapítót, hogy egy kicsit beszélgessünk a 30 évről, meg arról, hogy a, a vezetői felelősségnek vannak-e más formái, mint hogy vezet az ember egy céget? Jó napot kívánok! 30 évvel ezelőtt mennyire volt más az építőipar, mint ma? teljesen. Gondolom a nézők közül is sokan emlékeznek, hogy a cég, a cég gondolata ugye 90-es 90, 90 második fél évében fogalmazódott meg, és semmi más nem, vagy semmi másért nem, mert látszott, hogy az a világ, ami addig éltünk, az teljesen megváltozott. Tehát azok a korlátok, azok a tabuk, amikben éltük az előző életünket, megszűntek. Azok a cégformák, ugye állami vállalatok voltak, mezőgazdasági kombinátok TSZ-ek, azok teljesen eltűntek. Több százezer ember került ki az utcára munkanélküléként, szétestek, a gazdasági életnek minden része szétesett. És hát nekem az ott volt a család, sőt, friss házépítők voltunk egy csomó hitellel a nyakunkon, és nem igazán láttam más lehetőséget, mint az, hogy megpróbálok saját lábra állni. A képhez azért hozzá tartozik, hogy én 84 től gmk -ztam. aki abban az időben élt, az azt tudja, Igen, hogy mi, 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 miről beszélek, és ez némi nemű Segítséget adott a cég elindításához, hiszen ezek a GMK-k, végénkák már idézőjelben a kapitalizmus előszelei voltak, tehát nem abba a, a rendszerbe dolgoztunk, mint amiben az állami vállalatoknál. És hát 90 év végére kikristályosodott, hogy kikkel mit akarunk csinálni, és 91. február 12-én meg is alakultunk. Teljesen más volt a, a környezetünk, elmondtam már sokszor, hogy nekünk nem piacot kellett találni, hanem piacot kellett csinálni. Nem elég, hogy a gazdaság összeomlott, teljesen átalakult a társadalom, ugye elindultak az önkormányzatok, hozzáteszem, hogy jó szándékú, de... Mivel ők is tanulták a szakmát, kevésbé hozzáértő polgármestereket testületi tagokkal, hiszen, ahogy mondtam, egy más világba éltünk, egy más világba szocializálódtunk, mindenki csak abdosta a fejét, kvázi ilyen hájukovács módjára dolgoztunk. Werner Misi kollégámmal évekig jártuk a polgármesteri hivatalokat, győzködtük a polgármestereket, testületeket, jegyzőket, hogy mi vagyunk az a csapat, aki meg tudja az adott munkát csinálni. A legtöbbször mi vittünk pályázatírót, mi vittünk tervezőt, és hát volt, amikor megnyertük a munkát, volt, amikor természetesen nem, de innen indult. De. Ez, ez egy tipikus példa arra, hogy a gazdaság formálja a politikát, vagy a nézőpontokat? Hát, hogy most a gazdaság formálta a politikát, vagy a politika formáta a gazdaságot, szerintem, szerintem ezt így egyértelműen nem lehet kijelenteni. Én azt gondolom, hogy kölcsönösen hatottunk egymásra. ez, hogy az első időszak, első egy-két ciklusra a, a, politikát is tanulni kellett, ahogy nekünk a, a, a gazdaságtant is tanulni kellett. Annak idején ugye a Főiskolán egyetemen tanultunk ugyan politikai gazdaságtant, de hát a, ebből ugye a szocialista, szocialista politikai gazdaság volt a fő, kapitalizmus meg csak úgy volt. Na most nekünk ezt kellett megtanulni, és az egész országnak ezt kellett megtanulni. Tehát 30 év alatt ez az ország nagyot alkotott, hiszen egy olyan szakaszból jutottunk el a mostani életünkre, ami, ami, ami viszonylag hogyha már 30 évről beszélünk, viszonylag rövid volt, azért a tőlünk nyugatabbra lévő országoknak ö, ö, több száz éves előnyük volt velünk szembe. Ö, még ha Ausztriát nézem, őnek is több évtizedes előnyük volt velünk szembe, és azt gondolom, hogy most már nincs mit szégyenkeznünk sem társadalmilag, sem gazdaságilag. Hány álmatlan éjszaka kellett, amíg megszületett a döntés a céghez? Sok. De, Pont azért, mert ugye volt egy, volt egy előéletem, de hát, de hát hány éves is voltam, te jó ég. Tehát valamivel innen a 40-en az életemnek az a jó részét ebben a, 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 a formációban éltem meg, és, és de nem volt más lehetőség. Tehát mondjuk félni sose féltem, mert, mert talán olyan a habitusom, vagy ezt hoztam otthonról, hogy nem szeretek meg hátra, sőt, nem hátrálok meg, és azt gondoltam, hogy ha jól csináljuk, jól csinálom, akkor, akkor ez jól fog kinézni, jól fog elsőni. Most azt mondom, hogy igazam lett, most 20 év múlva, hogyha csinálunk egy ilyen riportot, a fene tudja, hogy mit fogok mondani, de ez, az, ez a 30 éve, ez bejött. Ö, kellett egy csapatot építeni? Abszolút, a csapat az alfája, megállja. Uh, nekünk az a, tehát ez nem egy egy személyes mutatvány. Uh, itt, itt, az, hogy az Aliszka Bau eljutott idáig, annak döntő része van abban, hogy milyen kollégáim vannak. És ez, hogy milyen kollégáim vannak, ez nem csak arra, azokra vonatkozik, akik itt vannak bent, vezetik a céget, uh, Elkészítik az adminisztrációt, én mindig azt mondom, hogy igazán a cég arculatát azok a kollégáim, azok a munkatársaim ö, ö, határozzák meg, illetve azokból a kollégáimból, munkatársaimból indulnak ki, akik kint vannak a végeken, akik kint dolgoznak, milyen munkát végeznek, hogy köszönnek, hogy hagyják ott a munkaterületet, hogy szólnak vissza. Tehát, és nekünk ebben óriási szerencsénk volt, hogy olyan fizikai munkás kollektív alakult ki az évek hosszú során, akik, akik, akik hozták ezt a szellemiséget. Van ez a mondás, hogy a fejétől Igen. és a láb szaga. Szóval, hogy, hogy egy vállalati kultúra kialakítása az, az egy vezetői felelősség, vagy egy, egy személyes habitus kérdése? Én azt gondolom, hogy abban a pozícióban, amiben mi vagyunk vállalatvezetők, üzletemberek, mindegy, hogy éppen milyen jelzőt alkalmazunk, ez egy fél-diktatórikus forma. Tehát meghallgatunk, ugye mindenkit, mélegeljük a döntéseket, de igazán a felelősség a miénk. Tehát nem tudjuk, sen, nem is, én legalábbis nem is akarom átolni senkire sem a, a felelősséget, de dönteni nekem kell. Nekem kell vállalni az összes odújmát azoknak a dolgoknak, ami miatt döntöttem. Teljesen mindegy, hogy ez most egy, egy gazdasági döntés, alkalmazottak a kapcsolatos döntés, a cégnek az imázsa, merre induljon el a cég. A 90-es évek elején, ugye amikor kezdett kialakulni a piacgazdaság, azért nagyon meghatározó volt, hogy az ember melyik részét kezdi majd művelni az építőiparnak, hiszen, hiszen, az elején egy nagyon nagy katyvasz volt, tehát Uram Isten, milyen figurákkal találkoztunk, tehát, visszagondolva még most is feláll az ember hátán a szőr, de de igen, tehát hallgatni kell a kollégákra, el kell fogadni, amit mondanak, de dönteni neked kell. És én azt gondolom, hogy, hogy vállalni kell a felelősséget a rossz döntésért is, tehát nincs olyan, hogy mószerolunk, tehát hogyha te eldöntötted, vagy én eldöntöttem, hogy ez van, nem jön össze. Már pedig volt ilyen, tehát nem egy diadalmenet volt az elmúlt időszak, tudomásul kell venni. Én mindig azt szoktam mondani, és a kollégáimnak is. Tehát ugye megvannak a döntési szintek, hogy ki meddig döntett, annélkül, hogy a felettesét, felettesével konzultálna. Mindig azt mondtam, hogy mindenki nyugodtan döntsön, azért soha senkit se fogunk elmarasztalni, mert a döntésnek a vége negatív lett. Azért viszont igenis, azt viszont igenis rossz néven veszem, ha valaki nem mer dönteni, vagy, vagy pedig e, e, nem mond igazat. Tehát nálam ez a. Tehát e, 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 ez, hogy, hogy nem mondunk igazat, vagy, 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 vagy mi is másolunk, és megpróbáljuk szőnyeg alá söpölni a problémát, nálam ez, ez a legnagyobb bűn. Tehát ennél nagyobb bűnt tudok képzelni. Egy sikeres vállalkozás háttérvilág nélkül, vagy háttérország nélkül nem működhet. Persze, tehát e, e, ugye a feleségemnek nagyon sokat köszönhetek, hiszen ha, ha Márti nincs mellettem, nincs az a háttérország, amit, amit ő biztosított, és ez, ez nem csak a család, is rég az, hiszen a gyerekeink fölnőttek úgy, hogy az első időben elég ritkán e, láttak engem. E, e, Márti teljesen átvette a az anya mellett az apa szerepet is, de ő azért sokat segített az empátiájával. Ugye mi férfiak, vagy vezetők, én azt gondolom, hogy igyekszünk racionálisan dönteni, néha túl szigorúak vagyunk, de én a feleségemnek köszönhetem azt is, hogy nagyon sok olyan dologba részt vett Tém részt vettünk, részt veszek, részt veszünk, ami, ami neki köszönhető. Tehát ő a családban az, aki, aki érzékenyebb, elkötelezettebb a, a művészetek iránt, és, és hát ez óhatatlanul rám is hatott, vagy ránk is hatott. Tehát én nekem ő a jobb kezem, vagy hogy mondjam, mert nem gazdasági értelemben, de, de Isten igazából. Ha ő nincs, akkor nincsen Aliszka-Bau. Volt olyan helyzet, amikor a női megérzés döntött egy fontos kérdésben? Olyan, hogy döntésben... Tehát inkább azt mondom, hogy nagyon sok... Nagyon sok olyan döntésten volt, amiben az ő érzelmi világa visszatükröződött, hiszen azért nekem gazdasági döntéseket kell hozni, de, de ő nagyon sokat segített. Tehát pontosan azért, hogy ő egészen más szemüvegen keresztül nézte azt a problémát, és nekem is rá kellett döbbennem arra, hogy bizony vannak más aspektusok is. Tehát nem, nem mindig a, a matematika dönt, hanem vannak azért jóval fontosabb döntési szempontok is néha. Nem mindig, tehát hozzáteszem, egy közbeszerzés igazán nincs miről beszélnünk. Vannak feltételek, amiket ki kell elégíteni, de igen, tehát akár a támogatásoknál, akár a, akár a társadalmi szerepvállalásoknál, igen, tehát az ő hatására jutottam el oda, ahol most vagyok. Ha már a társadalmi szerepvállalás, Elvárás ma már egy jól menő cégvezetővel szemben, hogy, ha, hogy a társadalom egyéb területein is jelen legyen? Akár azt, a civil életben mondjuk? Azt, hogy elvárás meg nem elvárás, ezt nem tudom. Tehát ahogy mondtam én sose szerettem ö, elvonulni a harc előtt, sose szerettem meghunyászkodni. Ezek az évek során kialakultak. Ugye van egy szakmai, az azt gondolom, hogy elvárás. Tehát egy mérnök ha mérnök vagy, akkor azért legyél egy kamarai tag. Ha, ha a vállalkozó vagy, vagy üzletember vagy, akkor legyél vagy a vosz vagy valamelyik szakmai szervezetnek a tagja, hiszen ki nem, ha mi. A másik... Példát kell mutatni? Nem példát kell mutatni. Én, én azt gondolom, hogy részt kell venni az életbe, mert ez megint olyan dolog, hogyha nem vagyunk ezekbe a szervezetekbe, akkor ez olyan, mint a foci, hogy a pálya széléről bekibálhatunk, de, de amikor meg kell mutatni, hogy, hogy focizni is tudunk, akkor, akkor azért gond van. Tehát a pálya széléről bekiabálni könnyű. Én azt gondolom, hogy ezekben a szakmai szervezetekben dolgozni kell. Ha most példamutatásnak hívod, akkor legyen példamutatás, de én inkább azt mondom, hogy segítenünk kell egymáson. Tehát mindig jönnek fiatal feltörekvő szervezetek, ne kelljen nekik végigjárni azt a néha kacskaringos, néha emelkedős, néha szakadékokkal terített utat, amit nekünk. Arról nem is beszélve, hogy ugye a párbeszédek a gazdasági-politikai vezetéssel innek már nem mennek. Tehát ezek a szakmai szervezetek azt gondolom, hogy mindenképpen kell, hogy létezenek, és aki ebben a világban, én én azt gondolom, hogy tagjainak is kell, hogy legyen. Van egy elvárás, vagy van egyfajta köteleződés a, a lakhely társadalmi szervei, szervezeteihez is? A, abszolút, tehát... Ugye a szakmai szervezetek azok országosak, de megyei tagozódásak, tehát értelemszerűen én itt vagyok Szexádon. A másik fele, itt élünk, a gyerekeink itt nőttek fel, a feleségem itt dolgozott, én is itt dolgoztam. Tehát a másik fele, a neveztársadalmi felelősségvállalásnak, amiben Mártinak megint hatalmas hatása volt, hiszen az ő, hatására kezdtünk egy csomó szervezetet művész támogatni, hiszen valamennyi, tehát ő is művész lélek, és ebből következik, hogy, hogy amiben nekem, mint mérnöknek nem volt rálátásom, az ő szemszögéből viszont nagyon jobb beláttam, és rájöttem arra, hogy egy, egy. Tehát egy ugyanolyan produktum, vagy, vagy sokszor nagyobb produktum az, amit mondjuk a bartinás gyerekek csinálnak, de mondhatnám a szobrászokat, sportolókat, mint, mint hogyha a gazdasági életbe dolgoznának. De erre valakinek ki kell nyitni az ember szemét, hiszen, hiszen nem látunk mindenhol mindent. Ha már a társadalmi szerepvállalásról, meg a hely szelleméről beszélünk, most éppen a Kálvária -e hegy átalakításán dolgoznak. A érdekes történet, ugye a polgármester úr valamikor márciusban felkért, hogy rakjunk össze egy gazdasági kerekasztalt, ami különböző előterjesztéseket, különböző terveket generál. Ennek kapcsán találkoztunk ugye Máté Istvánnak az ötletével, és első pillanatra megfogott több okból is. Az egyik az, hogy a Kálvária mindenkünk szíve csücske, tehát nekem is, ha vendégeim jönnek, legyenek ezek céges, vagy legyenek ezek baráti csapatok, én mindig fönt kezdem a Kálváriánál, nagyon szépen el lehet, tehát onnan szexát belátható, mindent el tudsz mondani, onnan legyalogulunk még a, a megyeházához, elmegyünk a babishoz, és utána nyugodtan lehet egy-két pohár bort meginni, tehát ez, ez mindig jön. Na most ahogy kinéz, az kinéz. A Máté Pist ugye valamikor szerintem a pandémia kellős közepén megszólította a szexádiakat, hogy mit szeretnének a kilátóba. Teljesen megdöbbentő módon közel 3000 válasz jött vissza, hogy mit szeretnének a szexádiak. Szerintem látni. nem megdöbbentő, mert ha ennyire valaminek, egy, egy része egy városnak, ennyire szívügye egy városnak, akkor az, annak a sorsa az abszolút. Jó, akkor, akkor azt mondom, hogy há, vagy én, én örültem neki a gazdasági kerekasztal mindjárt mellé járt, hiszen István egy egyszemélyes objektum, tehát ő, ő, ő ötletelni tud. Mindjárt mondtuk, hogy ennek akkor van teteje, hogy ha, ha, valamilyen szinten hivatalos, félhivatalos útra tereljük, ezért írtunk ki a szakmával közösen egy ötletpályázatot, amire amire örömmel láttam, hogy 12 pályamú érkezett be. Ennek az eredmény hirdetése lesz jövő ö, csütörtökön 17 órakor a Megyeház udvarán, illetve azokat a pályaműveket, amiket díjaztunk, azokat, azoktól csinálunk egy installációt és kiteszünk szerintem egy-két hétig ö, látni lehet. A szexuálatok megismerkedhetnek azzal, ö, a, Művekkel, amik szerintünk megütik azt a mértéket, hogy kiállíthatóak legyenek. Miután meg volt az eredményhirdetés, helyezéseket hirdettünk, illetve megvásároltuk azokat a pályaműveket, amik, amiket szeretnénk, mi ezt át fogjuk adni az önkormányzatnak, és azt szeretnénk, hogyha egy testületi határozattal bekerülne a következő 7 éves ciklusnak a én azt szeretném, hogy az elejére a Kálvária a felújítása, hiszen, hiszen ez, ahogy előbb elhangzott, ez, ez nagyon sok ezer szexuális szívügye. Én azt gondolom, hogy amellett, akik vették a fáradtságot és kitöltötték a kérdővet, amellett még nagyon sok szexádi szívesen látná, hogyha valami történne. És mi most azon vagyunk, hogy hogyha ez elkészült, akkor ne hagyjuk annyiba, legyen pályázat, minél bírjanak ki egy, egy, tervezési pályázatot, és igazán annak örülnék, hogyha két év múlva arról beszélgethetnénk, akár velem, akár a döntéshozókkal, hogy elindul a felújítás. És, és mondjuk egy három-négy év múlva pedig büszkén mennénk fel a Kálváriára, mert ennyi dalat Tervezéssel, engedélyezéssel meg lehet csinálni, és tényleg gyönyörűséget lehet csinálni. Én láttam egy-két látványtervet, tehát ha annak csak a, a, annak csak a fele megvalósul, én azt hiszem, hogy nagyon büszkék leszünk. Zárójelbe teszem hozzá, tehát a büszkeség mellett ez azért generál a, generálna a város gazdaságára is hatást, hiszen itt azért lehet majd koncertet tartani. Mi beleálmodtunk egy. egy ö, hát most, hogy étterem, bistró, fagyizó, teljesen mindegy, hogy, hogy ö, minek nevezzük. Tehát lenne egy olyan infrastruktúrális háttér is, hogy akkor ott, aki felmegy, az, 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 az leül. Ö, így van, meg, meg kellene csinálni ugye azt a kiserdőt, ami a Kálvár hegy oldalában van. Nagyon sok ö, tájidegenfa van, azokat ki kéne szedni azokon a, a tisztásokon is lehet kispadokat. Tehát, tehát lenne szexádnak egy olyan ö, természetes központja, ami most is megvan, de amit ami ki is lehetne használni. Egyre inkább kivonul már a cég vezetéséből, és marad ideje. Na de mire marad ideje a családra, a, a társadalmi szerepvállalás kiszélesítésére? Szóval mivel tálnak a mindennapjai? Hát ez így erős, hogy egyre jobban kivonulok a cégből. Azt mondtam a kollégáimnak is, hogy, hogy egyet hátra léptem, de azért a szememet és a kezemet rajta tartom a cégem. A napi dolgokban már abszolút nem folyok be, de ez megint olyan, hogy már szerintem 10-15 éve nem folyok be az operatív munkába, hiszen kitűnő kollégáim vannak. Két év ezelőtt végbe ment egy fiatalítás is, vezérigazgatóstól, igazgatóstól. Nagyon örülök különben, hogy így sikerült, hiszen minden pozícióban olyan fiatal szakemberek vannak, akik, akik még a következő két-három évtizedben el tudják vinni a céget. Arra meg különösen büszke vagyok, hogy ezeknek a szakembereknek a nagyon nagy része nálunk kezdte. Tehát ugye már sokszor elhangzott, hogy 30 éves a, a cég, de most, amikor készültem a, a 30 éves évfordulóra, és, és néztem a, a statisztikákat azért az az egyharmada az már 20-25 éve nálunk dolgozik. A mostani vezető pozícióban lévő mérnökeink azok mind itt kezdtek az egyetem után. Tehát ők itt nőttek fel, itt szívták magukba azt a levegőt, amit mi most uh, szívunk, és uh, tehát ez egy hihetetlen jó dolog, mert ugye jó, veszünk fel mi is uh, kollégákat, de egy olyan közegbe jönnek, ami, ami már adott, és, és ő nekik azért, ja, és, és megint fiatalokat veszünk fel, tehát, tehát, fiatal egyetemistákat, főiskolásokat veszünk fel, pont ezért, hogy azt a azt a világot, azt az elképzelést képviseljék, am, amit mi a alapítótársainkkal nevezzük, kiala, tehát az alapítótársainkkal elgondoltuk és megcsináltuk. Én a mai napig büszke vagyok arra, hogy független akkor, attól, hogy, hogy mit tudom, 8 10 szeresére nőtünk, és az árbevételünk több százszorosára, hogy, hogy ettől függetlenül egy, egy családi cég maradt, tehát egy családias hangulattal, de akit bejön, nem stresszel, kedvesek, a, ugye a dolgozóinknak tartottunk egy évfordulós megemlékezésen akkor mondtam, hogy sokszor megkérdezte itt már a, a médiában, hogy, hogy, hogy hát mi, mi az, hogy család, az azt sose kérdezték meg, hogy milyen családja, Hát mondtam, hogy ez egy bazi nagy olasz család, tehát hangosak vagyunk, veszekszünk, néha szivatjuk is egymást de alapvetően mindenki kiáll a másikért, és abban a pillanatban, hogy úgy érzi, hogy valamelyik társát támadás érő, összezár ez a csapat. És szerintem, szerintem a 30 évnek ez az egyik legnagyobb hozadéka. Tehát beszélhetünk itt gazdasági mutatókról, beszélhetünk arról, hogy honnan, hova kerültünk, de az, hogy egy ilyen kollektívánk van, ez a család mellett a, a, a másik olyan dolog, ami, ami előre vitt bennünket. Úr, köszönöm szépen. Én köszönöm. Kedves néző, én köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.